Sok szeretettel köszöntelek benneteket én is. Hát idegen nyelvből középszinten egy 180 perces vizsgára készüljetek, emelt szinten pedig egy 240 perces vizsgára. Úgyhogy az első jó tanácsom, hogy mindenféleképpen vigyetek magatokkal innivalót, és valami fajta édességet, szőlőcukrot, mert bizony ez egy nagyon hosszú egyben ülés lesz. Ami nagyon fontos, hogy a nyelvi érettségire vigyetek magatokkal, ha lehetőségetek van rá, nyomtatott szótár. Tehát ami speciális a nyelvi érettségivel kapcsolatban, hogy vihetek magatokkal szótárt, és ez csak nyomtatott szótár lehet, tehát a mobiltelefont nem használhatjátok. Lehet ez angol-magyar, magyar-angol, és lehet egynyelvű szótár is. Amit jó tanácsként még szeretnék elmondani mindenki számára, hogy egy négy részből álló feladatlap kollekciót fogtok kapni, és ne hagyjatok a feladatlapon egyetlen olyan részt sem, ami kitöltetlen, egyetlen feladatot se hagyjatok üresen. Különösképpen szeretném ezt a levelezős hallgatóknak tanácsolni, hogy egyetlen feladatot se ugorjatok át, mindent töltsetek ki, még esetleg az is előfordulhat, hogy tippelnetek kell, azt is bátran tegyétek meg. Ezen kívül még azt szeretném kérni tőletek, hogy figyeljetek oda, hogy a válaszaitokat a megadott helyre írjátok be. Tehát ne csak ceruzával jegyzetként hagyjátok a teszt feladat lapon, hanem a megadott helyre írjátok be a válaszaitokat, mert csak a megadott helyre adott válaszok elfogadhatóak. Hát talán még annyit mondanék el jó tanácsként, hogy a hallott szöveg értése során a feladatot kétszer fogjátok meghallgatni, és legyetek egymással tekintettel olyan szempontból is, hogy amikor a hallott szövegértés feladat zajlik, akkor csendben, nem zörögve hallgassátok végig a feladatokat, és utána kezdjetek hozzá a megoldásokhoz. Nagyon röviden csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen, Ildikó, a szavaidat, és természetesen bármi még eszedbe jut közben, amit mondanál. A szótárak pedig itt láthatóak a vállam fölött, amit bevihettek angol vizsgára, és akkor megkérném Melindát, hogy a magyar nyelvről, és utána Károllyal folytatnánk majd. Melinda? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és én azzal kezdeném, hogy igaz, ez egy különleges érettségi lesz, de legalább nem kell olyan sok magyar tételt megtanulni, mert ez szokott lenni minden évben az egyik nehézség. Most viszont az írásbelinek nagyobb jelentősége van. Tehát amit ott megírtok, az a 100 pont az, amire lehetőségetek van, hogy megszerezhessétek, és azért arra törekedjetek, hogy minden pontot igyekezzetek elcsípni és megszerezni azon az egy napon, amikor írjátok az érettségit. Magyarból nagyon sok részpontszám van, és én általános tanácsként azt fogalmaznám meg, vagy arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy nagyon pontosan olvassátok el a kérdéseket. Magyarból nagyon gyakori, hogy egy feladaton belül három, akár négy részkérdés is van, és az utóbbi években a javítókulcsban az szerepelt, hogyha valaki nem válaszolt minden kérdésre, akkor már nem kerülhetett a legmagasabb pontszám kategóriába. Tehát nagyon fontos, hogy akár írjátok föl magatoknak, hogy hányféle dologra kell válaszolni, vagy mondjuk a gyakorlati szövegalkotásnál is milyen pontoknak kell megfelelnetek, és ezzel nagyon sok pontot el tudtok úgymond csípni. Illetve a helyes írásra hívnám még föl a figyelmet, hogy ezt az egész dolgozatban értékelni kell, tehát minden egyes szavadban, minden egyes mondatodban nézni fogják a helyes írásodat, viszont az egy nagy segítség, hogy bent lesznek ilyen helyes írási szabályzatok, amit az egész vizsga időtartama alatt lehet használni, ezt nem nektek kell hozni, ezt az iskola biztosítja számotokra. Ez ugyanis önmagában 8 pontot jelent, és hogyha, mivel itt most csak írásbeli lesz, ezért ez egy fél jegyet számít. Az első részében magyarból a vizsgának szövegértés és ugye egy fogalmazás lesz, erre összesen 90 perc van. Itt arra készüljetek, hogy nagyon kell sietni.
60 percet érdemes a szövegértésre szánni, és 30-at a fogalmazásra. A második rész, amikor vagy egy művet kell elemezni, vagy összehasonlító elemzést kell csinálni, itt ugye lehet választani ezek közül, arra pedig 150 perc van, itt viszont az a tanácsom, hogy használjátok ki ezt a 150 percet. Tehát itt ne siessetek, olvassátok el nagyon sokszor, amit írtatok, csináljatok piszkozatot, és mind tartalmi, mind szerkezeti, mind nyelvi, mind helyesírási szempontból ellenőrizzétek át azt a szöveget, amit írtatok, és hogyha mindezt megteszitek, akkor ki fogjátok tudni használni az időt, és bízom benne, hogy minden pontot, amit csak lehet, megszereztek. Köszönjük, Melinda. Károly, a Magyarhoz. Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Két rövid hozzáfűzni valom van első körben, amit a tanárnő mondott. Az egyik, hogy a szövegértésben az a javaslatom, hogyha elolvastátok a megadott szöveget, utána érdemes egyszer átfutni a kérdéssort, hogy melyik az, amit gyorsabban ki tudtok tölteni, és mi az, amire kicsit több időt kell gondolkodni, meg keresgélni, mert akkor a 60 percből nem csúsztok ki. Ha elkezditek az első kérdéssel, és bogaráztok, és szöszmötöltök, akkor kicsúszhattok a 60 percből, és nem lesz idő a gyakorlati szövegalkotásra. A gyakorlati szövegalkotásnál, ha valaki érvelést választ, akkor az érvelésben figyeljen oda, hogy hány érvet kérnek, és az érvek legyenek mind jól szerkesztett, külön bekezdésekben, okokozati összefüggésbe állítva és jól kifejtve. Ha pedig a gyakorlati szövegalkotást választja, akkor a formai jegyekre is figyeljen, mert vannak formai szabályai egy kérvénynek, egy pályázati, motivációs szövegnek, stb. És már csak egyet így első körben, hogy ezt egyébként Grül tanár úr is javasolta a két videó bemutatóján, amit ajánlok figyelmetekbe a YouTube-on, hogy mind a két szöveget olvassátok el, a novellát is és a két verset, senki ne döntse el elsőre, hogy mit nem fog választani és mit igen, hát ha az elolvasás után valamelyikhez több ötleted van, és akkor inkább azt kell választani. Egyébként már csak egyet, hogy Brühl tanár úr kitűnően összefoglalta mind a két műértelmező gyakorlatnak a menetrendjét, azt nézzétek meg a YouTube-on ezt a két videót. Köszönöm. Köszönjük szépen. Mielőtt rátérnénk az általánosabb kérdésekre, közben érkezik Varga Eszter, akit köszöntünk ezúton. Szeretném megkérni akkor Kulcser Árpádot, hogy először a történelemről ha beszélni, Árpád történelem érettségiről, utána be fogjuk kapcsolni Varga Esztert is a matematikával, és akkor Füzi Zoltán elmondja a reáltárgyakat, és amire mindenki nagyon vár, az pedig nem más, hogy mik ezek az általános tudnivalók. Szervusz Eszter, köszöntünk a videokonferenciánkon. Tisztelettel köszöntöm a kedves résztvevőket és a kedves nézőket is. Szervusztok! Szervusz, és mindjárt adásba is vagy, vagyis folyamatosan adásba is vagy, de akkor először Árpád a történelmet, ha felvezetnél. Jó, néhány szót én is mondanék, ami részben magától értetődik, de azért nem baj, hogyha újra emlékeztetünk rá, hogy mindenki vigyen magával térképet. Méghozzá ezt az új típusú térképet, amit az én tudomásom szerint mindenki megkapott a végzősök közül, tehát amivel nincsen kronológia, tehát ezt a térképet mindenképpen érdemes elvinni. Korompai tanárnőhöz csatlakozva történelemből is azt ajánlom, hogy minden feladatot lehetőség szerint töltsetek ki, mert amiről azt gondolod, hogy hitvány, silány, vacak, tüdőbeteg kis választ tudsz adni, esetleg abból is van egy-két pont értékelhető dolog, tehát érdemes mindenhova valamit írni, mert az üres sorokra aztán a legnagyobb jó indulattal se lehet semmiféle pontokat adni. Nagyon fontos az, hogy... Igen. Valami történt. Ne álljatok le töriből se, hanem van 12 kis feladat, azt nekifutásból tessék széles lenni megcsinálni, ha valami olyan, ami nem megy, akkor azon egy idő után tessék tovább lépni és megcsinálni, tehát és csinálni a többit, és a maradék időt beosztani rá.
a középszinten az a jó dolog, hogy tudsz időt átcsoportosítani, tehát hogyha a kiskérdések, az a bizonyos 12 kiskérdés már elkészültél vele, akkor át tudsz menni az esszékre, ez emel szinten nem megoldható, tehát ott ennyivel nehezítettebb, de ha igen, meg vagyunk, Árpád, meg van nekünk. Nem tudom, majd segítenek ebben a moderátor kollégák, addig egy picit én is hozzátennék nyilvánvalóan a történelemhez, amíg kulcsártanál megoldódott. Itt van. Akkor onnan, hogy emelt szinten pedig, légy szíves, onnan folytasd. Igen, ez sem leírva, sem betanulva nem volt, tehát akkor mondom, ahol gondolom, hogy félbeszakadt. Tehát emelt szinten idő átcsoportosításra nincs módod, hanem először megkapod a kis feladatokat, arra megvan az adott perc, az beszedik, és az sajnos nem nyúlhatsz az eszéhez is viszont, tehát ezt érdemes figyelembe venni, de minden esetre az emelt szinten is a kis feladatokat is nézd át, ahogy elkészültél, tehát ne ott malmozva üljél, hanem nézd át, ne unjad, hanem fontos, hogy ezek az átnézések is tudnak pontot jelenteni. Az is elhangzott, amit most vagyok mondandó, magyarból Melinda tanárnő is talán említette, hogy nagyon fontos a kérdéseknek a figyelmes elolvasása. És ahogy órán is beszéltük, mivel történelmből ugyanúgy, mint ezek szerint magyarból több részkérdés van, 3-4 soros kérdés föltevésbe befogalmazva, ezért ezeket a részkérdéseket légy olyan szíves valahogy megjelölni, nyugodtan aláhúzhatod, semmi gond nem lesz, és akkor csak mindig rátekintesz az aláhúzásokra, hogy azok a részfeladatok közül, mint olyan van 2-3, de van, amikor adnak 4-et is, hogy ezek közül mindegyiket beépítetted. Érdemes a feladatokra emelt szinten 3 esszékérdés is van, ha kiszámolod, mert kiszámoltam, a kis kérdésre adandó válaszra van kb. 30 perced, a hosszú esszére van kb. 50 perced, és a komplex esszére van kb. 60 perced. Tehát érdemes ezt így beosztani. Nem baj az, hogyha 1-2 perc alatt valamilyen skiccet, valamilyen vázlatfélét fölállítasz magadnak pontosan a megadott részkérdések alapján, fölállítasz magadnak arra, hogy mi is legyen a fő vonal, az persze írás közben változhat, de mégis van egy fő vonala, tehát ez lenne a cím megadáshoz. Ami a forrás megadást illeti, ott is légy szíves, Zolinak nincs kedve ilyet írni, tehát a forrás megadásra, tehát forrásokkal kapcsolatosan pedig azt, hogy ne kelljen 50-szer elolvasnod visszaugrálva, egyszer vagy kétszer olvasd el alaposan, és akkor a háttér tudásoddal összevetve, tehát hogy mi az, amit a háttér tudásodból forrással össze tudsz kapcsolni, tehát azokat a rövidebb részeket húzd alá a forrásból, és akkor utána már csak a háttér ismeretedből össze kell kapcsolni, és így egy együttes mondatot kell alkotnod. Ami pedig az addigi, a szerdáig terjedő készülést illeti, a középszintű érettségi témaköröket, akik csak középszintre mennek, ott van előtted, az oktatás.hu-ról le tudod tölteni, amíg nem tetted ezt, de minden esetre ott van az a 60 körüli középszintű témakör. Tedd meg, hogy végigfutod, és mindegyiken elgondolkozol 1-2 percet, hogy van-e 2-3 épkézláb, legalább 2-3 épkézláb összefüggés, lényegi összefüggés, ami van. Tehát amit a pécsi tanár úr csinálta a kamerába, tehát ilyen töri maratont rendezél, légy szíves otthon magadnak, amikor te magad gondolod végig, hogy egy-egy témakörhöz mi lenne az 1-2 olyan mondat, 3 összefüggés, és ha nincs, akkor azt jelöld be magadnak, és akkor utána tedd meg, hogy legalább 1-2-3 ilyen lényegi összefüggést
gyűjtsél ki magadnak, hogy ne legyen olyan, hogy ott állsz, hogy gőzöd nincs arról a megadott témakörről. Még egy fontos dolog, az esszé választás. Nagyon ritkán fordul elő, de ha jól emlékszem, tavaly is valaki elszúrta, és olyan esszét választott, megvan adva a párosítás. Nem te választasz szabadon, te csak a párosításból választasz szabadon, illetve hát a hármasításból emelt szinten, ugye két esszé van középszinten, tehát ezeket nézd meg, hogy milyen, nem túl sok variáció van, de azt nézd meg, hogy jót választál, és emelt szinten még fontosabb, hogy olyan hármat, azt a hármat választ ki, amit lehet kiválasztani, megadnak, mit tudom én, 4-5 verziót, de olyat válasszál ki, hogy ne kelljen a kevesebb pontot érő esszédet nullázni. Ennyi lenne körülbelül, amit röviden tanácsolom. Köszönjük szépen, Árpád. Én is kettő dologgal egészíteném ki a törét. Itt az atlasz, tehát ilyen atlaszra gondolt a Kulcsár tanár úr. Küldtünk nektek egy körkérdést az elmúlt héten, kedves végzősök, akinek nincs atlasza, az jelentkezzen a könyvtárba, a megérkezéskor igyekszünk biztosítani, és ami egy jó tanács a történelemből az atlaszhoz, hogy ne csak hozzátok magatokkal, hanem használjátok is. Aha. Tehát forgassátok és használjátok, nagyon sok mindent ki lehet nyerni belőle, annak ellenére is, hogy a szerkesztők nem gyűjtötték össze hátul. A másik pedig az, hogy valóban mindenhez írjatok, és ha azt kérik, hogy x-eljetek, akkor ne satírozzatok, és ha azt kérik, hogy sorrendbe írjatok be dolgokat, akkor pedig sorrendbe írjatok be. Tehát ezek az apró nüanszok is pontokat jelenthetnek. Tehát erre kérünk benneteket majd. És akkor most szeretnélek megkérni Eszter, hogy a leglazább érettségi tárgynak tartott matematika ról egy-két-három percben mondd el, hogy mitől lesz könnyű a végzősöknek. Igen, hát a matek az, mint tudjuk, az a leglazább tárgy valóban, az mindenkinek könnyű, az csak egy örömünne. Úgyhogy hát én ezzel is kezdeném, akkor a kedves érettségizők, hogy az első és legfontosabb jó tanácsom az, hogy nyugodjatok meg. Nyugodjatok meg, bízzatok az Úrban, forgassátok a példabeszédek hármat, ahogy a YouTube videóban is elmondtam. Reméljük, tehát minden pozitív reménységünk megvan arra, hogy sikerülni fog. Tehát a matek, az, arról azt nagyon fontos tudnotok, hogy remélem már észrevettétek, hogy a matek az nem elsősorban lexikális tudást kér számon, szükséges lexikális tudás is a matematikához, de elsősorban itt gondolkodási képességekről van szó, hiszen nem tételek visszamondását, meg definíciók visszamondását kérdezik az érettségén. Most emelt szinten sem azt kérdezik, mivel hogy nem azt kérdezik, mivel hogy feladatokat kell most csak megoldani, most emelt szinten is elmarad ugye a szóbeli forduló, ahol egy kicsit több elmélet lett volna. Úgyhogy probléma megoldásról, feladat megoldásról van szó. Most ebben a legfontosabb és a legjobb dolog az, amit ki tudtok használni, az a józan eszetek és a természetes intelligenciátok. Ehhez nagyon fontos viszont az, hogy a vizsgára olyan állapotban érkezzetek, hogy ez a fajta kreatív és probléma megoldó képességetek, ez most mozgósítható legyen. Ezért én azt tanácsolom, hogy mondjatok le a roham tanulásról, higgyétek el, hogy most azt kell használni, az elmúlt 12 évben megtanultatok. Matekból legalábbis nem azt kell felhasználni, amit előző este, előző éjfélkor vagy hajnalban esetleg még valahonnan valaki mondott, vagy egy feladat megoldását megnézitek. Ezt nem tanácsolom, én azt kérem tőletek, hogy ha lehet, akkor már hétvégén is, de ha az nem érzitek biztonságosnak, akkor legalább a magyar után már pihenjetek. Én nagyon remélem és bízom a magyar kollégáknak a tantárgyában, hogy eléggé elfáradtok a magyar esszének az írásában ahhoz, hogy ne jusson már eszetekbe még akkor három matek érettségi sort hétfő délután megoldani. Sokkal fontosabb, hogy kialudjátok magatokat, sokkal fontosabb, hogy valami jó egészségeset egyetek, esetleg egy jót beszélgessetek a barátaitokkal, a szüleitekkel, kicsit fellazuljatok erre a dologra, és jól tudjatok majd gondolkodni, ez a kulcskérdés. Ezt egyébként tudományosan is alá tudom támasztani, de az agykutatási eredmények is azt mutatják, hogy ha ti előző nap este
még megnézitek három feladatnak a megoldását, akkor az fog történni, hogy a következő nap délelőttjén csak annak a három feladatnak a megoldási módszere fog az eszetekbe jutni. Hát ugye van ez a mondás, hogy akinek kalapács van a kezében, az minden szögnek néz. Ez matekból nem annyira nagyon jó taktika, tehát higgyétek el, hogy nem akkor kell megtanulni, és higgyétek el, hogy sokkal több mindent tudtok, mint ahogy most érzitek. És lehet, hogy most sokan úgy vennek vele, hogy most jöttek rá, hogy hát te jó ég, semmit nem tanultam, ez nem igaz. Ez nem igaz, hogyha bőrön átmentve némelyekbe, akkor bőrön átmentve, de nagyon sok mindent tudtok, arra koncentráljatok, hogy ezt tudjátok mozgósítani. Matekból is nagyon sok segédeszköz van, ami rendkívül hasznos. Az első ilyen, azt rögtön mutatom is, én is a négyjegyű függvény táblázat, mindenkinek kell, hogy legyen ilyen, de a könyvtárból szintén kaphat az, aki esetleg nem találná meg, bízunk benne, hogy mindenkinek van. Ez egy kimeríthetetlen tárháza a matematikai bölcsességeknek, és van benne tartalomjegyzék hátul, tehát ha odáig eljuttok már egy feladatban, hogy egy adott témakörbe be tudjátok sorolni, ha azt fölismeritek már róla, hogy ez mondjuk egy trigonometria feladat, vagy ez egy koordináta geometria feladat, vagy ez egy egyenletmegoldási feladat, vagy itt valami elemi geometria ismereteket kérnek tőlük, akkor már föl tudjátok lapozni a megfelelő helyen a függvénytáblázatot, és önmagában abból egy csomó ötletet tudtok gyűjteni. Én azt javaslom egyébként, hogy valószínűleg többségetek azért nagyjából tudja azokat a tételeket is például, amiket használni tud. De hogyha nem vagytok benne teljesen biztosak, akkor is nyugodtan nézzétek meg, keressétek meg a függvénytáblázatban. Sőt, ha teljesen biztosak vagytok benne, akkor is inkább nézzétek meg, hiszen lehet használni, és benne van, és ott biztos, hogy jól van benne, biztos, hogy nem marad le róla egy előjel, egy szorzó, biztos, hogy úgy van a másodfokú egyenlet megoldó képletre, ahogy oda le van írva, és akkor nem fogjátok elrontani. Ezen kívül használni lehet még az érettségén számológépet, pontosan úgy szól a szabály, hogy szöveges adatok megjelenítésére nem alkalmas számológépet. Ez azt jelenti, hogy olyan számológép nem vihető be, amiben mondjuk egy teljes könyvnek a tartalma feltölthető, és utána kijelzői megjeleníthető. Így például nem lehet a mobiltelefont sem használni értelemszerűen a számológépnek, ugye azt gondolom elmondták a kollégák is, de tehát a mobiltelefonokat nem lehet a vizsgán, egyáltalán nem lehet nálatok erre ki van találva egy módszer, hogy azokat biztonságban elhelyezzük, és akkor a vizsga végén lehet őket csak visszavenni. De nagyon sok funkció van ezen a számológépen, azt érdemes megnéznetek most a vizsga előtt, hogy lehet, hogy még nem jöttetek rá, de például törtekkel is tud számolni a számológépetek, lehet, hogy nem jöttetek rá, de ki tudja számolni a kombinációk számát, tehát az n alatt a k-nak a számát, az a számológép, amit régebben használtok. Remélem, hogy azzal a számológéppel készültetek az érettségire, amit most hoztok rá, mindenképpen ezt javasoljuk. Nehogy valaki most elrohanjon és vegyen még egy újat, azt használjátok, amit megszoktatok, mert mindegyik egy kicsit máshogy működik, és máshol vannak rajta a funkciók. Mindenképpen ellenőrizzétek le, hogy működjön a számológép, tehát legyen benne jó elem, stb. Ugyanígy lehet, hogy nagyon régen volt a kezetekben, de vonalzó körző nagyon fontos használható segédeszköz. Nem azért, mert szerkesztési feladat lesz az érettségen, és sosem volt még konkrétan olyan feladat az új érettségi rendszerben, hogy meg kellett volna szerkeszteni valamit, hanem azért fontos, hogy a geometria feladatokhoz jól áttekinthető ábrát tudjatok készíteni, vagy hogyha egy diagramot kell elkészíteni, akkor ott is ugye kördiagramnál, körző, oszlopdiagramnál a vonalzó az segíthet ahhoz, hogy sokkal jobban áttekinthető legyen az ábra, méret arányos legyen, stb. Geometria feladatoknál mindig nagyon fontos, hogy rajzoljatok egy valósághű, színes, szagos, jól bejelölt ábrát, nagyot, amiben kényelmesen tudtok dolgozni, gondolkodni, tüntessétek fel azokat az adatokat, amiket a feladat megadott, és például a geometria feladatoknál nagyon gyakran javasolható az, hogy ne csak abba az irányba gondolkodjatok a feladat megoldásában, hogy mi az, amit kér a feladat, és mi az, amit ki kéne számolni,
hanem abba az irányba is gondolkodjatok, hogy mi az, amit a megadott adatokból egyáltalán ki lehet számolni, akkor is, hogyha esetleg nem azt kérdezik. Ugyanis, amikor ez a két lánc összeír, akkor megtaláljátok a megoldást, és azért egy érettségén, az érettségi második részében már előfordulnak olyan feladatok, amelyek úgynevezett több lépéses, több logikai lépéses feladatok, nem lehet rögtön egy képletbe behelyettesítéssel megtalálni azt, amit keresnek, hanem egy hosszabb logikai láncon kell végigmenni, hogy próbáljátok meg. Ezt, amit Kulcsár tanár úr elmondott meg előtte többen, arra én is fel szeretném hívni nagyon a figyelmeteket, lehet, hogy nem jön ki a feladatnak a megoldása. De akkor is, amire eljutottatok, hogyha bármire eljuttok, hogyha bármire gondolni tudtok, ami kapcsolódhat a feladathoz, azt írjátok le, azt csináljátok meg, lehet, hogy ez egy befejezhető megoldás, és lehet, hogy az 10 pontból 8-at ér. Csak ti nem láttatjátok rajta, mert hát az utolsó lépést nem jutott már esetekben, de a 10-ből 8 az már az 5-ösnek az aránya. Tehát semmiképpen egy dolgot, én is azt mondom, egy dolgot ne csináljatok semmiképpen, üres lapot ne adjatok be, mert arra biztos nem tudunk valóban pontot adni. Még egy dolgot ne csináljatok, kérlek, hogy azért, mert rájöttök esetleg, hogy valahol valami nem jó a megoldásotokban, ne húzzátok át azt kapásból rögtön gondolkodás nélkül, ugyanis az áthúzott részek sem értékelhetőek. Tehát arra én akkor sem adhatok pontot, hogyha esetleg kiderül, hogy 99%-a jó volt, amit oda leírtatok. Amit egyszer áthúztatok, az elveszett. Nem lehet odaírogatni, hogy még sincs áthúzva, mert át van. Meg ilyenek. Tehát ne húzzátok át, csak akkor húzzátok át, hogy látjátok, hogy volt egy számolási hiba, újra kiszámoltátok, és leírtátok a helyes számolást, és az már jó. Jó, akkor persze, akkor húzzátok ki a rosszat. De egyébként nyugodtan bízzátok rám, hogy majd én eldöntöm, hogy mi az, ami jó belőle. Ó, tehát nem kell áthúzogatni ijegységből semmiképpen a dolgokat, vagy azért, mert nem jött ki teljesen jól. Nagyon fontos, én is föl szeretném hívni arra a figyelmet, hogy nagyon figyelmesen olvassátok el a feladatokat. Ez két okból is nagyon fontos. Egyrészt nagyon gyakran kér a feladat valamilyen plusz dolgot, hogy a végén az eredményt kerekítsük ilyen és ilyen pontossággal. Vagy az adatokat valamilyen mértékegységben adja meg, esetleg lehet, hogy nincsenek is egyeztetve ezek a mértékegységek, mert több hosszúság mértékegység van, és azok közül valamelyik centiméterben, valamelyik deciméterben van megadva, esetleg még valamelyik meg még méterben, meg más egységekben. Ekkor legyen az első lépésetek, hogy mindent átváltatok egy közös mértékegységre, és már a saját jegyzetetekben, a saját feladatról írt jegyzetetekben, esetleges ábrátokban már így egy közös mértékegységben tüntessétek fel. És nézzétek meg, hogy a feladat a választ milyen mértékegységben kéri, és milyen kerekítéssel. Én erre azt javaslom, hogy ezeket például rögtön húzzátok alá, vagy emeljétek ki egy kiemelő filccel, és mielőtt tovább mennétek a következő feladatra, ellenőrizzétek, hogy olyan kerekítéssel, olyan mértékegységben adtátok meg a választ, ahogy kell, ahogy azt a feladat kérte. Van olyan feladatsor, ahol 8-10 pontot írtek csak önmagukban ezek az ilyen plusz kis dolgok, amiket igazából azután csinálunk már meg, hogy lényegében megoldottuk a feladatot, hogy még akkor kerekítjük meg, rájövünk, hogy nem, mit tudom én, nem egy dolognak a felszínét kérdezték, hanem 5000 ilyen dolognak a felszínét kérdezték, stb. Ez 8-10 pontot tud érni adott esetben egy feladatsorban, az egy fél jegy. Tehát ezeket nagyon érdemes megnézni. Van valami, amit nagyon röviden elmondanál, mert rengeteg kérdés érkezett is még. Nagyon. Én mindig nagyon örülök a kérdéseknek. Akkor fel is teszek egy párat már, most éppen nem neked, mert Füzi... Jó, egy dolgot még elmondhatok, elnézést. Tehát egy-kettő mondatot elmondanék. Jó, tehát a másik dolog, hogy mikor elkezdtek egy feladatot, akkor először olvassátok el kétszer, utána olvassátok el még egyszer, harmadszor, utána oldjátok meg, és mielőtt tovább mentek, még egyszer olvassátok el, hogy tényleg a feladatot oldottátok-e meg, és tényleg annak a kérdésére válaszoltatok, és minden kérdésre válaszoltatok el. Jó, és akkor köszönöm szépen, és visszaadom a szót. És akkor maradj még itt velünk, és én Füzi Zoli, illetve Zoltánnak szeretném átadni a szót.
tulajdonképpen neked kéne egy kicsit a többi reáltárgyról is beszélni, ugyanakkor már érkeznek a kérdések az érettségi szervezéssel kapcsolatban. Én egyből föl is tenném azt a két kérdést, ami itt dörömből negyed órája az üzenőfalunkon, és akkor talán, ha most beszélnénk az érettségi megszervezéséről, meg az egészségvédelmi járványügyi rendelkezésekről, és akkor utána még mindenképpen visszatérünk a reáltárgyakra is, bár azt hiszem sok mindent elmondtak már. Maszkja, és úgy érkezik az iskolában, akkor a portánál ott biztosan fog kapni egy maszkot, és csak úgy fog tudni belépni az iskola épületébe, illetve a kézfertőtlenítésre is ott kerül most sor. És ugye ezt a maszkot ugye addig végig hordol, amíg a feladatlapnak a kidolgozására nem kap engedélyt, illetve hogyha kimegy a teremből, vagy befejezte, akkor ezt a maszkot fel kell venni, tehát hogy ne csak egymásra, hanem a tanárokra is azért tekintettel kell lenni, mert ugye végig lesznek bent tanárok is, meg más diákok is a teremben. Az... Igen. Zoli? Meg vagy? Itt vagyok. Akkor folytasd. Hirtelen minden. Meg vagyok. Tehát a másik pedig az nagyon fontos, ha valaki köhög, és hát mondjuk ez inkább influenza, akkor jó, hogyha ez zavaró, akkor megpróbálunk egy olyan, hogy tudja a feladatlapnak a kidolgozását folytatni vagy elkezdeni. Olyan, akinél ez nem egy ilyen, hogy hívják? Ilyen kölyök? Nem azt van, hanem allergiás szó. Igen, hanem egy új keletű, vagy pedig ilyen hőemelkedése volt az előző napon, vagy aznap reggel is, vagy láza, akkor viszont az a ajánlatosabb, hogyha nem jön el, és nem csinálja meg a vizsgáit. Ugye valószínűleg ősszel van arra lehetőség, hogy ezeket tudja pótolni. Az iskolában lesz orvos, védőnő, tehát ilyenfajta segítséget is próbálunk biztosítani a diákoknak. Azt hiszem, akkor menjek a reáltantárgyakra? Mindenképpen egy pár mondatot mondj, és utána az első kérdést már történelemből meg is kezdjük majd válaszolni, mert egyrészt az emelt felé is kérdeznek, illetve középszinten is, de először halljuk a reáltárgyakat, hogy ez a két kérdezőm még itt maradjon az adással. Tehát akkor reáltárgyak, Zoli. Jó, tehát ugye itt azért majdnem... négy tantárgy vagy öt tantárgyról lehet beszélni. Ugye a lényeges különbség talán az eddigekhez képest az időbeli kidolgozásra szánt idő. Ugye emelt szintenből összességében 4 óra áll a rendelkezésre, viszont középszinten ugye biológia, kémia, fizika, földrajzból csak 2 óra van. És ezért szerintem ez majdnem minden tantárgynál fontos, hogyha van olyan feladat, részfeladat, ami hirtelen nem ugrik be, vagy sokat kell rajta gondolkodni, akkor nem szabad egy ilyen feladaton elidőzni, hanem tovább kell haladni. Tehát arra kell törekedni, hogy ami könnyedén, ugye egyből jönnek feladatokra a válaszok, azokat csináljam, oldjam meg, végezzem el, és utána, hogyha van időm, akkor foglalkozzak azokkal a kérdésekkel, amelyiknél ugye elakadtam, hogy be tudjátok fejezni időben, tehát a 2 óra alatt ugye a középszintű feladatokat. Ugyanilyen ugye az informatika középszint is, ott is ugye 3 óra van, de a tapasztalat az, hogy a diákok szinte a 3 órát végig dolgozzák megállás nélkül, hogy minden egyes feladatot el tudjanak készíteni. De ugyanez ugye hasznos az ML szinten is, hogy jól gazdálkodjatok az idővel, tehát hogy ne időzzetek el nagyon sokat olyan feladat, aminek a megoldása nem ugrik be azonnal, hanem inkább hagyjátok későbbre. És ugye fontos, hogyha ilyen tesztjellegű kérdések vannak, vagy fizikában ilyen van, ugye lehet választani ugye a 4 állítás közül, akkor itt sem szabad üresen hagyni megoldatlanul egy feladatot, ha más nem megy, akkor tippelni kell. Tehát ezek így a röviden a javaslataim, illetve azokat a segédeszközöket, amit itt is megengedettek, tehát földrajzból térkép, kémia, fizika, ott ugye lehet használni 4 jegyű függvénytáblázatot, számológépet, ezeket hozzátok magatokkal. És akkor ilyen szervezéssel kapcsolatban még egy nagyon fontos dologra azért fel szeretném hívni a figyelmeteket, az pedig az időben való megérkezésre.
Ez nagyon fontos, ha valaki emel szinten megy vizsgára, hogy fél órával előtte legyen ott, hogy időben el tudja foglalni a termet, a helyet, ahol ki kell dolgozni a feladatlapot, mert hogyha ő késve érkezik meg, tehát akkor, amikor már kiosztották a feladatlapot és elkezdték megoldani, akkor már nem fogják ők beengedni, és ezzel igazából meghiúsult a vizsgája. Ha valaki középszintnél van, így kerül ilyen problémán, akkor pedig nagyon fontos, hogy azonnal valahogyan értesítsen bennünket, tehát az osztályfőkét, engem, hogyan tud, mert akkor mi még esetleg várni egy kevés időt, vagy valamilyen megoldást tudunk találni arra, hogyha valaki valamennyit késik, hogy akkor ne hiúsuljon meg a vizsgája. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, figyeljetek oda az időpontokra is, hogy melyik nap milyen vizsga. Tehát ugye az első hét az viszonylag nagyon sorban jön mindenkinek, tehát magyar, matek, történelem, angol, német, és utána pedig figyeljetek oda, hogy a rákövetkező héten délelőtt, délután is vannak vizsgák, akkor azon a héten már a reggeli vizsgák azok 8 órakor kezdődnek, a délutáni vizsgák 2 órakor, hogy melyik napon van, hogy ne az legyen, hogy rossz napon mentek el vizsgázni, és akkor az a jó, hogyha korábban mennétek el, mert akkor még a másnap el lehet újból menni vizsgázni. Úgyhogy erre nagyon fontos odafigyelni. Köszönjük szépen, és két kérdésünk van az üzenőfalon. Az egyik, ahogy bereklámoztam, történelemből van, és mivel én látom majd a végére először én válaszolnék, és utána Árpád, neked adnám majd a szót. Kata és Benedek kérdezi, töriből melyik témákat nézzük át jobban? Ami várható esszé témának. Van-e esetleg valamilyen évforduló, majd tanár úr erre később egy pillanat múlva válaszolj, és lesz esszés középszintű videó. Na most, mivel az esszé egy olyan műfaj, amelyben nem kell külön közép és emelt szint, Kulcsár tanár úr mindent elmondott az esszében, és most is elmondta a felvezetőjében, hogy hogyan írjatok esszét. Én azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon alaposan hallgassátok meg többször, hogy valóban legyen kalapács a kezetekbe, hogy be tudjátok verni az esszészöget a legjobban. Tehát abban minden benne van, hogy hogyan dolgozzátok a forrásokat, hogyan tegyetek megállapításokat térre, időre vonatkozólag, és hogyan alkossatok olyan tételmondatokat tulajdonképpen, amelyekből arról tesztek tanúságot, hogy értitek az összefüggéseket. Egyébként így bővebben annyit szeretnék mondani, hogy valóban érdemes a Bornemisza YouTube csatornáján forgatni ezeket a videókat, minden érettségi tárgyból rengeteg aktuális, fontos és segítő videót találhattok meg, és akkor most rátérnénk a Árpád, mondd el, hogy szerdán mik lesznek az esszé témák, légy oly kedves. Árpád? Kulcsár tanár úr, hall minket? Mivel elég vidáman fejezte be a mondatot, a bizonyára akadozik az internet sajnos a tanár úrnál, úgyhogy amint beindul, akkor visszatérünk erre a kérdésre, hogy mik lehetnek esszé témák az évfordulók miatt. Kérem a moderátorokat, hogy jegyezzék meg ezt a részt, és közben akkor Gabi kérdését tenném fel Korompai Ildikónak. Sokat készültem az angol szóbelire, én mondjuk nem, de Gabi igen, hogy tudom az anyagot, tudást alkalmazni az írásbelin. Tehát a szóbelit hogy tudom alkalmazni az írásbelin? Mindenféleképpen nagyon hasznos az a szókincs, amit elsajátítottál, tehát annak mindenféleképpen fogod tudni kamatoztatni ezt a tudásodat. Az olvasott szövegértésnél is, a hallott szövegértésnél is, hogyha a nyelvtant is átnézted részletesen, azt ugye a nyelvhelyesség résznél, de az írott az íráskészség szövegrésznél, az íráskészség feladatnál is nagyon nagy jelentősége van annak, hogy milyen szókincsel jelentkezel, vagy milyen szókincset használsz, bocsánat.
Azt mondtam már a bejelentkezésünkkor, hogy szótárt lehet használni, de szótárt csak ennél a résznél lehet használni, tehát csak az íráskészségnél, de nem veszítesz időt, hogyha ez a szókészlet a rendelkezésedre áll, és nincs szükséged arra, hogy kifejezéseket a szótárban keresgélj, úgyhogy bátran buzdítalak arra, hogy azt a szókincset, amit megtanultál, azt nagyon jól fogod tudni hasznosítani az írásbeli vizsga során is. Tehát az nem egy elvesztegetett befektetés. Oké, köszönjük szépen, Ildikó, és Törire akkor visszatérünk, tehát azt kérdezték Kata és Benedek, hogy milyen témák lehetnek az írásbelin esszé témák, és ezért kértelek Árpát, hogy légy szíves, leplezd le nekünk, hogy milyen évfordulókhoz kapcsolódó esszék lehetnek szerdán. Következzen a leleplezés. Mivel korábban, évekkel ezelőtt voltak botrányok kiszivárogtatott érettségi sorok kapcsán, az én tudomásom szerint, de ezt szeretném, ha Zoli is megerősíteni, az én tudomásom szerint egy megfelelő idővel a sokszorosítás előtt csináltak egy húzást, amikor az én tudomásom szerint több feladatsorból véletlenszerűen választották ki azt, hogy még csak véletlenül se tudják, hogy az elkészített rendelkezésre álló feladatsorok közül is melyiket választották, illetve a végén már csak ugyancsak az a néhány ember tudta. Tehát az én tudomásom szerint ilyenre, még ha akarják, sincs mód, hogy a középkori járványok történetéről írjál egy hosszú eszét. Tehát ez nincsen, hanem itt is az én tudomásom szerint, tehát nincs ilyen évfordulós lehetőség, ha csak az összes, nem tudom, hogy kettőből vagy háromból húznak-e, mindegyikbe beraknak egy olyat. Az viszont fontos lenne, ami az új érettségi rendszerben, ami 2005, illetve 2017 óta van, hogy a 19. 20. századi és magyar anyag, ezek hangsúlyozottan szerepelnek, tehát erre fölhívják a figyelmet, hogy a 19. 20. századi és magyar témakörök, azokból bizony hosszú esszét kapsz, bizony összehasonlító, tehát komplex esszét kapsz, tehát ha lehet ilyen tanácsot adni, hogy fokozott figyelemmel a 18. század végétől 19. 20. századi érettségi témaköröket közép, illetve hát emelt szinten is nézzétek meg. Ahogy az elején is mondtam, próbáld ki magadat, hogy ezeknél, tehát különösen ezeknél a 19. 20. századi és magyar témaköröknél tudsz-e 3-4 népkézláb normális összefüggést mondani, vagy ha nem, akkor gyorsan a barna könyvből, hogyha azt tudod, mit jelent, tehát ez a minden érettségi tételnek az egy-két oldalas összefoglalója, vagy a tankönyvből, vagy más segédeszközből, de gyűjtsél ki magadnak 3-4 épkézláb dolgot, és akkor, hogyha ez a kalapács lesz a kezedbe, akkor az esszére, mint egy szögre, egy hatalmas és teli találat tudsz majd mérni maximál ponttal. Köszönjük az Eszternek ezt a nagyon jó mondást. A humor az mindig jót tesz, és az mindig megköszönjük. Tehát én ennyit tudnék mondani arra, hogy hogyan érdemes a tételeket. Köszönjük szépen, Árpád, és magyaros kollégákhoz érkezett két kérdés. Jármi kérdezi, lehet-e vinni a magyar érettségihez saját helyesírási szabályzatot? Ez lenne az első kérdés, nem tudom, ki fog válaszolni, Melinda vagy Károly. Melinda mutat, úgyhogy akkor Melinda. Én úgy tudom, hogy nem. Ezt az iskolának kell biztosítania. Könyvtárban, tehát minden iskolának a könyvtárában ezért nagyon sok ilyen helyesírási szabályzat van, és azt hiszem talán 5 szokott bent lenni termenként, és ezt el lehet kérni egymástól. És azért hozták, én úgy tudom, ezt a szabályt, hogy ne lehessen semmiféle segédanyagot belerakni ezekbe az otthonról hozott helyesírási szabályzatokba. Károly, meg tudod erősíteni? Igen, van minden teremben 5 példány, és mindenki hozzáfér. Kedves Jármi, akkor ez elmúlt.
Zoli, Füzi Zoltán, akartál mondani? Egy kicsit kevesebb lesz, mert ugye az eddigi években 16-18 diák ült egy teremben, és akkor ekkor volt biztosítva 4 helyesírási tanácsadó szótár. Ugye fele annyi diák fog bent ülni, és hát itt lehet, hogy sajnos fele annyi helyesírási tanácsadó szótárunk lesz. Köszönjük. Én azt mondanám, hogy be lehet hozni, legfeljebb megnézzük, hogy mennyire van kidekorálva, és hogyha az teljesen érintetlen, akkor tudunk rá engedélyt adni, hogy használják. Okay. Ugyanúgy, mint a matematikából a 4 jegyű függvénytáblázat, a történelem atlasz, tehát előtte átnézésre kerül, hogy mennyire tiszták. Hogyha tiszta, akkor tudunk rá engedélyt adni, hogy azt használja, meg lehet, hogy biztosabb az, hogy nem egymás között cserélgetik, hanem sajátját használhatja. Oké, köszönjük szépen. A következő kérdést Noémi tette fel, és ő már tegez minket magyarból. Last minute tippeket tudtok adni. Úgyhogy látom, az angollal kombinálja Noémi a kérdést. Tehát magyarból last minute tippek emelt magyarból. Hát valószínűnek tartom, hogy az évfordulókat kerülik a feladat sor összeállítói, tehát hiába született idén valamelyik magyar költő, nem valószínű, hogy tőle fognak műveltségi feladatsort adni, úgyhogy igazából nem lehet kiszámítani, hogy melyik szerzőt. Minél kevesebb életrajz van róla a tankönyvekben, annál esélyesebb, hogy őt választják, úgyhogy evvel is arra ösztönöznek, hogy középszinten, hogy ne az életrajzot adják elő, hanem az elemzés technikáját mutassák be, hogy hogyan csinálják. Emelt szinten van azért a irodalomtörténetnek is szerepe, ott kapnak egy nyelvi műveltségi feladatsort, amiben kell tudni, de hát neki mind a 4 év tankönyvét kell tudnia, tehát igazából nem tudok én például last minute tippet adni, de lehet, hogy Melinda tanárnő tud. Hát én annyival egészíteném ki, hogy emelt szinten, amire ugye vonatkozott a kérdés, előszeretettel teszik fel úgy a kérdést, hogy minél több idegen szó legyen benne, hogy a vizsgázó minél inkább megrémüljön attól, hogy ő egyáltalán tud erre a kérdésre válaszolni. Mindig hát keressétek meg azokat a kulcsszavakat, amiben bele tudtok kapaszkodni, és itt is írjátok ki, emelt szinten talán még fontosabb az, hogy írjátok ki magatoknak, hogy mit szeretnének tőletek kérdezni, és igyekezzetek, hogyha nem is vagytok benne biztosak, hogy arra vonatkozott a kérdés, mindenképpen igyekezzetek azok a kulcsszavak mentén megfogalmazni a válaszaitokat és az elemzéseiteket, és a műveltségi feladatsorban pedig szintén működhet azért a tippelés is, például a versfelismerés esetében. Tehát, hogyha bizonytalanok vagytok benne, akkor is írjatok minden helyre választ, és pont levonás nem jár érte. Tehát itt én talán ezt tudnám mondani. Köszönjük szépen, Melinda és Károly. Egy matematikai kérdés következik. Olcsi kérdezi, hogy ő Olcsi sztár, vagy egy Olivia, nem tudjuk. Matek függvénytáblázatban hagyhatok cetliket, amiken nem infók vannak, csak segítenek megtalálni az adott oldalt. Eszter, Zoltán? Én úgy gondolom, hogy ez némileg a felügyelő tanárnak is függ a vérmérsékletétől. Én nem látom indokoltnak, hogy ezeket ki kelljen szedni, ha nincsen rajta semmilyen szöveges bejegyzés. De legfőjebb kiszedett, hogyha a felügyelő tanár azt mondja, hogy mégsem lehet bent, ezen nem kell nyugtalankodni. Egyébként függvénytáblázatból be lehet vinni több darabot is, többféle kiadást is, ezt még hozzátenném ehhez, mert nem pontosan azonosak. Nálunk ez a sárga van, de van egy fehér kiadása is, amiben picit más van benne. Ha valaki azt szokta meg, akkor nyugodtan használja azt, de akár kettő is behozhat, hogyha valakinek ez a biztonságérzete. Nem tudom, én mit mondom, én nem látom indokát annak, hogy egy ilyen regiszteres cetlit ki kell jelenni belőle. Zoltán? Szóval nem szoktuk kivetetni tőlük, de hogyha
akkor erre mindjárt választ fogunk kapni, ahogy helyreáll a kapcsolat. Addig a következő nagyon fontos kérdést tette föl Kristóf, hogy vaníliás vagy csokics dörmét javasolnak hozni az érettségire. Hát ha nekem akarod adni, akkor én a vaníliást javaslom, de a csokoládés az egyébként jobban összekeni a vizsgadolgozatodat, tehát nem érdemes, mert hát ha egy jó választ fogsz vele kikenni. Úgyhogy akkor Kristóf, tedd el ezt, ahova akarod, a dörmieidet. És idegen nyelvhez térünk vissza. Ha nem jól érteni a listening feladatokat, mármint most, mint például, hogy én mondtam, mit tudok csinálni? Tehát ha nem jól érteni a listening feladatokat, mit tudok csinálni, kérdezi valaki. Nagyon fontos, hogy azt a kis időszakot, amíg a géphang elmondja az utasítást, te fordítsd arra, hogy elkezded a feladatot tanulmányozni. Tehát mielőtt maga a feladat elindul, amit meg kell értened, amit értelmezned kell, nagyon fontos, hogy előtte a feladatokat, a mondatokat, akár kiegészítendő, akár milyen típusú feladatról van szó, olvasd el, mert az egy nagyon fontos háttérinformációt ad. Ez az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. A másik, ne ijedj meg, ha első körben nem értetted, lesz egy második. Tehát még egyszer meg fogod tudni hallgatni, és akkor véglegesítheted a válaszodat. De itt is még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ha esetleg második körben sem vagy biztos a válaszban, akkor is valamit jelölj be, akkor is valamit írj. De nagyon fontos, hogy még a magnó elindulása előtt olvasd át a feladatot. Tehát mielőtt maga az a feladat, amit éppen meg kell oldanod, elindul, az opciókat olvasd végig, mert az már nagyon sokat fog neked abban segíteni, hogy tudd, hogy miről van szó, még mielőtt elindulna a magnó. Köszönjük, Ildikó. És akkor Zoltán a cetlik és a függvénytáblázat kérdésében az álláspontot, ha be tudnád fejezni, és utána azonnal lesz egy újabb kérdés hozzád. Akkor nem hangzott előzőleg. Tehát, hogyha a bejegyzés van a függvénytáblázatban, tehát tollal, képletek olyan vannak még pluszba bejegyezve, akkor azt nem engedjük, hogy használja, de hogyha ilyen színes jelzőpapírok vannak, amik üresek, azokat ezért nem szoktuk kiszedetni, tehát az nem zavar senkit sem, nincs azon plusz információ. Oké, akkor ezt értette a kérdező, és egy divat kérdés következik Olitól. Mennyire kéne kiöltözni az írásbelire? Zoltán, szerintem ez a te asztalod a szervezés részéről. Középszinten soha nem vártuk el, hogy öltöny, nyakkendő, matrózblúz, stb. Ilyen felszerelésben jelenjenek meg a diákok, ami elvárás, mivel ugye ez is egy esemény azért, hogy mindenki egy polgári módon öltözködjön fel, tehát tisztességes öltözetben jelenjen meg. Oké, tehát tisztességes öltözet, és akkor közben pedig, itt vagy Zoltán? Hogy? Ott hagytuk abba, hogy tisztességes öltözet. Itt vagyok, tisztességes. Általában akkor szokott probléma lenni az öltözködéssel, amikor hirtelen ránk szakad a nagy meleg, és akkor mindenki azt gondolja, hogy akkor innentől kezdve már akkor ilyen nyári felszerelésben, strandöltözetben lehet megjelenni a vizsgán, ezt nem szeretnénk. Tehát továbbra is iskolába sem így járunk, tehát nem strandra megyünk, hogyha iskolába megyünk. Általában, ha emelt szintre szoktak menni érettségizni a diákok, a szóbelire ott mindenképpen megadták a módját, tehát igyekeztek elegánsan is felöltözni. Írásbelire tovább sem mondom azt, hogy úgy menjenek el, hanem rendesen azért öltözzenek fel, beülnek egy teremben, végigoldják, tehát nem szükséges, hogy ünnepélyesen öltözködjenek fel. Köszönöm szépen, vagy köszöni a kérdező, Oli, és most András kérdését szeretném föltenni, és Eszterhez fog irányulni ez a kérdés. Ha emelt matekban nem a javító kulcs szerint oldom meg a feladatot, de helyes a megoldás folyamata, akkor jár rá a maximális pontszám? A válaszok nem csak az emelt, hanem a közép matekra is vonatkozik.
minden jó megoldásra, minden kifogástalan megoldásra teljes pontszám jár. Tehát az érettségi nem arról szól, hogy ki kell találni a megoldó kulcskészítőnek a gondolatait, hanem arról, hogy jól meg kell oldani az adott problémát. Tehát efelől nyugodjatok meg, ezt a javított tanárok pontosan végig fogják gondolni. Nem csak a tökéletes megoldásért egyébként, hanem hogyha más úton indultok el, és esetleg nem tudjátok befejezni a feladatot, akkor is az arányos pontszámot megadják, akkor is, hogyha más a megold levezetésnek a menete, mint a megoldó kulcsban található. Tehát igen, igen a válaszok. Köszönjük szépen, Eszter, ez megnyugtatta Andrást, reméljük. Emelt töri kérdés következik, Árpád. Ami tavaly volt téma emelt történelem érettségiben, lehet téma idén is, vagy ez ki van zárva? Nincs kizárva. Nincs kizárva, de annyira kevés téma van most, tehát ha jól számolom, akkor 6 téma van felosztogatva, ha jól emlékszem. Tehát nem valószínű, hogy a 60 témakörből ugyanazt fogják adni. Különböző szerzők, nem sok, de van ilyen kimutatás, nem a teljes vizsga időszakra, tehát 2005-től napjainkig, de van ilyen, ahol megnézhető, hogy melyek azok, amelyek többször voltak, melyek, amelyek kevesebbszer voltak, de nem valószínű, hogy a tavalyi témakört kapná valaki. Bár, ha jól emlékszem, pont tavaly volt a talán Rákóczi szabadságharc és amerikai függetlenségjából összehasonlítása, az nem azt jelenti, hogy most akár az amerikait egy más összefüggésbe, vagy a Rákóczi szabadságharcot. Tehát értem én azt, hogy az ember szeretné kizárni, hogy mik azok, amik biztos nem lesznek, de hát ahogy magyarból se lehet, ilyet szerintem nincs egy tétel, amit ki lehetne zárni, én töriből se ajánlanék semmit, én csak ajánlom szépen azt, hogy minden témakört nézzél át, mert az a legrosszabb, hogy ott ülsz úgy, hogy na, pont ez volt az, amit már nem akartál, ez úgy se lesz, tehát ezt kéne elkerülni, és ezért talán most már harmadjára mondom, hogy érdemes szépen végignézni, magadba végig gondolni, hogy minden témakörről tudjál, pláne emelt szinten tudjál néhány értelmes összefüggést. És akkor nem kell évfordulókat keresni, nem kell a tavalyikat kilődözni, hanem vidáman tudsz elmenni stressz nélkül. Egyébként én is szeretném mondani, hogy az Úr nagy jó meglepetéseket tud adni, és ezt nagyon is kívánom mindenki számára, és várom is, hogy nagyon sok ilyen jó meglepetés legyen. Ezekről egyébként tudnék, most nem nincs itt arra valószínű idő, de tudnék ilyeneket mondani, hogy milyen nagyszerű jó meglepetések értek különböző diákokat, legalábbis amik hozzá visszaérkeztek, tehát érdemes bízni azokban. És ezzel tulajdonképpen a következő kérdés, amit Abigail föltett, már el is kezdtük megválaszolni, mit lehet tenni lámpaláz ellen? Mit tanácsoltok? Úgy látszik, tegeződünk Abigail-lel. Sokan izgulnak. Hát, itt volt egy megoldás, amit azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy bizalom az Úrban, és a tanulás. Tarts szárazon a puskaport, és bízzál Istenben. A sorrend megfordítható. De kollégák, ha valaki akarna ehhez hozzászólni, lámpaláz elleni tippek. Én az 56-os Zsoltárt azért ajánlanám az 56-os Zsoltárt. Voltam néhány szóval olyan helyzetben, amikor a megszégyenülés az valós alternatívának tűnt, és emlékszem egy ilyen esetre, hogy pont akkor az 56-os Zsoltárnak, ha jól emlékszem, a 4-es versében van, amikor félnem kellene is, én bízom te benned, egy nagyon emlékezetes eset volt ez nekem, és valóban nem volt más választásom, mert úgy fel volt adva a lecke, ebbe tudtam belekapaszkodni, és dicsőség az Úrnak, hogy ő tartja a beszédét. Tehát mikor félnem kellene, is bízom te benned, de van még több más, nem a félelem szellemét kaptuk, tehát hogyha máshogy nem, akkor
akkor ilyen szójegyzék, hogy is hívják, konkordancia, vagy ilyesmibe bemész. Talán Mészáros István mondta, hogy a félelem elutasítása, a félelem ellen, nem tudom hány száz, vagy talán ezer fölött is van, tehát a Biblia tele van ilyennel, az Úr valóságos. Így van. Hozzászólhatok esetleg? Igen, röviden, mert közben özönlenek a kérdések az üzenőfalon. Nagyon jó, hogy kérdeznek a diákok. Én annyit tennék még ehhez hozzá, azon kívül, hogy én például a példabeszédek hármat is ajánlom szintén ismét, de hogy pont a lámpalázások szempontjából lehet, hogy nektek még segít is az, hogy most írásbeli lesz az érettségi, ugyanis az írásbeli érettségén magatoknak osztjátok be az időtöket, és van 3 percetek arra, hogyha úgy érzitek, hogy most éppen felmegy a vérnyomás, akkor kicsit le kell tenni a tollat, venni néhány mély levegőt, gondolni valami szépre, jóra, mindenkire, aki szeret benneteket, végig gondolni azt, hogy ez egy nagyon fontos esemény, de azért nem, tehát a mennyben nincsen matek érettségi, hála Istennek. Tehát az üdvösséghez nem szükséges, tehát ez egy nagyon fontos esemény, de azért nem az életetek legfontosabb, legnagyobb döntése az, hogy akkor az most ott kettes vagy hármas alapú logaritmus. Tehát én azt javaslom, hogy ilyenkor használjátok ki ezt a kis időt, vegyetek egy kis levegőt, hogyha nagyon nagy szükségetek van rá, akkor menjetek ki 5 percre a mosdóba, azzal is járkáltok 5-10 lépést, és én még arra hívom fel a figyelmet, hogy szintén e tekintetben is sokkal jobb az, hogyha pihentek a vizsgák között, mint hogyha roham tanulni próbáltok most idegességetekben. Tehát megfelelő alvás, megfelelő étkezés, megfelelő mozgás, ha van lehetőségetek sportolni ezekben a napokban, nagyon sokat segít a stresszoldásban. Köszönjük, Eszter. Melinda? Vagy csak benyomtad. Ildikó? Én is ennyit akartam mondani, hogy nagyon fontos az, hogy időben a vizsga előtti éjszaka, este lefeküdjetek, ne éjszaka pánik tanuljatok, hanem pihenten gyertek a vizsgákra. Ez nagyon fontos. A nyelvnél különösen ugye a nyelv az már a 4. nap, akkor már azért mindenki nagyon el szokott fáradni, tehát nem érdemes éjszakába nyúlóan készülni, tanulni, többet ér a pihenés. Én is csak ennyit szerettem volna mondani. Károly, Zoltán. Ha nem, akkor folytatjuk egy következő kérdéssel. Olcsi és Bence kérdése következik. Mit ajánlanak abban az esetben, ha pont olyan esszék vannak a töribe, amikről csak kevés információt tudok? Ilyen SOS helyzetre van valami jó tanács? Azon felül, hogy igyekszünk mindenre felkészülni, persze. Árpád? Valószínűleg, amit az Eszter és az Ildi is, talán mások is hangsúlyoztak, hogy hát a józan paraszti ész kell. Tehát ha kevés az információ, akkor előveszed a természetes intelligenciádat. És szerintem is az nagyon fontos, hogy tedd le ezt a fölturbózott állapotodat, hanem szépen szerintem is érdemes 1-2 percet akár mély levegőt venni, és akkor na, értelmesen mit tudok róla. Mert értelme, tehát ez a helyzet, hogy hát értelmes diákoknak. Tehát a gimnáziumban, hogy ezek megoldhatók, és itt aztán az emelt érettségén is megint csak nem kell, hogy valakitől elhangzott kitalálni a feladatgyártónak a megoldás tervét, hanem itt is a tanárok szerintem emelt szinten is nagyon, nagyon normálisak, és a te jó gondolataidat el fogják fogadni. Így van. És a források azok sajnos gyakran nagyon keveset segítenek. Tehát én csak nézem is, hogy néha hát töri tanárként is az ember úgy van vele, hogy na most ezzel aztán mi a csodát kezdjek. De ettől nem kell kétségbe esned, hanem mondom, normálisan átgondolod, és nincs más választásod, hogyha azt nem tudtad annyira átnézni, vagy nem állt össze annyira a kép, akkor ezt a józan paraszti megközelítést kell, értelmes mondatokat kell írni, lehetőleg forrásból beépíteni, hát hozott anyagból kell főzni. Igen, köszönjük, Árpád.
Réka kérdezi matematikával kapcsolatban Esztert, gondolom, hogy Eszter, iszonyat lassan oldom meg a hosszabb matek feladatokat, és sokszor elcsúszok az idővel. Igen. Földhívja Esztert. Eszter kiszállt, akkor megyünk egy... Nem, visszatértél közénk, itt vagy? Oké. Okay. Iszonyat lassan oldom meg a hosszabb matek feladatokat, nem fogod megúszni a kérdést. Tehát Réka továbbra is iszonyú lassan oldja meg a hosszabb matek feladatokat, és így sokszor elcsúszik az idővel. Van erre valami tipped, Eszter? Igen. Más, tehát persze mások is válaszolhatnának, hiszen lehet, hogy én túl gyorsan oldom meg a matek feladatokat, és ezért nem én vagyok erre a legjobb válaszoló, de persze természetesen igyekszem erre jól válaszolni. Nekünk az a tapasztalatunk egyébként, hogy igazából pont nem a hosszú feladatoknál szokott ez a probléma jelentkezni, hanem a középszinten az első részen, ahol 45 percre van 12 kicsi rövid feladat. Ott kell egy kicsit jobban igyekezni. A második részben azért, hogyha végig gondoljátok, két és negyen óra van összesen 5 feladatnak a megoldására, és jól be tudjátok osztani. Én itt is arra gondolok, vagy tehát amit mások is mondtak már, hogy próbáljátok meg ilyen okos pontgyűjtő technikával erre a helyzetre reagálni, hogyha méritek, nézitek az időt, és mennyi van hátra, és azt látjátok, hogy esetleg előfordulhat, hogy kifuttok az időből, akkor meg kell nézni, hogy ami még hátra van, akkor először is abból melyik az, amit biztosan és gyorsan, ugye témakörbelövés alapján jól meg tudtok oldani. Akkor kezdjétek azzal. Másodszorban pedig egy másik szempontnak nézzétek meg, hogy az egyes részfeladatok hány pontosak. Ugye a második rész második felében matekból általában olyan feladatok vannak, amik 3-4 különböző modulból állnak, és ezek a modulok általában egymástól függetlenül megoldhatóak. Tehát akkor esetleg azt tudom tanácsolni, hogy hagyjátok ki azt, amiben bizonytalanok vagytok, ami olyan nehézkesnek tűnik, és koncentráljatok azokra, amik jól mennek, meg koncentráljatok a magasabb pontszámot érő ilyen feladatokra. Én ezt tudom talán mondani, de szerintem igazából, hogyha méritek az időt, és nem idegeskeditek el az elejét, akkor azért elegendő idő van egy órai matek dolgozatnál, sokkal jobban kell sietni. Mint itt most az érettségén. Ugye egy átlagos 45 perces matek dolgozatban is szokott lenni 4-5 feladat. Most 4-5 igaz, hogy kicsit hosszabb feladat, de 4-5 feladat van 2,5 órára, ami igazából 3 tanórának az ideje. Köszönjük, Eszter. Így már én is úgy érzem, hogy kevésbé izgul Réka. És akkor két magyaros kérdés következik. Magyarból ugyanúgy az egy esszékre vonatkozóan az a kérdés, mi van, ha olyan esszét kapik, amit úgy érzem, egyáltalán nem tudok, mit tegyek, kérdezi. Tehát ez Linda. Hát én azt mondanám, hogy magyarból azért óriási segítség, hogy ott van a szöveg. Tehát egyáltalán nem baj az, hogy nem ismert az a novella. A versek azok legalább az egyik ismertebb szokott egyébként lenni középszinten, és emelt szinten is ugye ott van a szöveg, hogyha az ember többször elolvassa azt az adott művet, vagy akár a szövegértés részre is mondhatjuk ezt, de itt most azt hiszem a veszélyre vonatkozott, akkor rengeteg mindent ott meg lehet érteni, és tényleg, hogyha az ember a józan eszét használja, elolvassa a kérdést, kérje magának, hogy pontosan mit kérdeznek tőlem, mit szeretnének, hogy azokra mindenképpen válaszoljak, és egyáltalán nem gond az magyarból, hogyha nem ismert az a mű, amiről írni kell, és talán ebben az új érettségében egy kicsit cél is ez, a feladat összeállítók részéről, hogy nem arra kíváncsiak, hogy megtanult műelemzéseket mennyire tudnak visszaadni a diákok, hanem arra kíváncsiak, hogy elsajátították-e a diákok azokat a készségeket, képességeket, amivel bármilyen irodalmi művet tudnak elemezni,
és én azért azt gondolom, hogy az évek során minden diák bele volt kényszerítve olyan helyzetekbe, amikor kellett műelemzést írni, és így ez a feladat, ez szerintem magyarból azért könnyebb, mint mondjuk történelemből. Köszönjük. Károly, akkor neked teszem fel a másik magyar kérdést. Magyarból átvettem a szóbeli tételeket, mondja Dani. Most akkor annak semmi értelme nem volt? Hát, mivel csak írásbeli érettségi van, és csak azoknak van szóbeli, akiknek erre van engedélyük, és ők úgy teljesítik az érettségit, annyi haszna mindenképp lehet, hogy ha majd csatlakozva Melindához elolvassa mind a két verset, utána elolvassa a novellát, és ha mondjuk lassan olvas, akkor a novellának csak mondjuk az első pár bekezdését, és eldöntötte, hogy melyik szimpatikusabb, és azt utána megnézi az esszé kérdéseket, és azokból rájön, hogy most érti vagy sem, akkor esetleg az a háttéranyag, amit ő a szóbeli tételekben megtanult, valahol beilleszthető a műelemzésben, ahol csak annyit javaslunk, hogy a műhöz kapcsolódó életrajzi momentumot érdemes csak használni, akkor tud belőle profitálni, de ennek kicsi most a jelentősége. Nem tudom, Melindának mi a véleménye erről, hogy most a szóbeli felkészülésből mennyit tud profitálni. Szerintem keveset. Hát én egy kicsit pozitívabb választ adnék, hiszen a szóbeli tételeknél is van egy csomó olyan elméleti anyag, például fogalmak, műfajoknak a megtanulása, szóképeknek, alakzatoknak az ismerete, ami mindenképpen segít, akár milyen irodalmi művet kapsz, akár legyen az vers, akár legyen az novella. Tehát én abszolút nem érzem kidobott időnek, meg energiának azt, amit a szóbeli tételekbe fektettél. Sőt, én azt mondanám, hogy igyekezz azon, hogy mindent, amit csak tudsz, hasznosítsál, és idézzél föl a szóbeli tételekből, és próbáld meg beleépíteni az eszébe. Köszönjük. Füzi tanár úrhoz van egy kérdés, benne bíznak, hogy meg tudja válaszolni. Emelt szintű biológiához tudnak valamilyen tanácsot adni, Füzi tanár úr? Hát ez nagyon nehéz kérdés. Én nem érettségiztem biológiából, biológiát sem tanítok. Szerintem így most hirtelen kapásból nem tudom, hogy milyen egy biológia feladatsor. Ugye ezt előtte át kellett volna nézni. De hát hasonló mindegyik feladathoz, tehát azért vannak benne olyan szövegek, amit meg kell érteni, arra válaszolni kell, ugye rövid, egyszerű kérdéseket. Tehát majdnem ugyanaz egyszerű választások, tehát sokféle feladat típus lehet ott is. Hát ugyanazok az elvek működnek szerintem, mint majdnem bármelyik más tantárgynál, hogy következetesen odafigyelve, elolvasva, végig gondolva, tehát nem sokat rágódva, tehát amire tud választ adni, arra válaszoljon. Tehát röviden. Köszönöm, illetve hát köszöné a kérdező elsősorban, és már is egy újabb kérdés, egy szervezési dolog. Mi van, ha megbetegszem érettségi napjára? Ha nem megyek el, lehet pótolni? Ősszel. Ősszel. Fenn. Igen. Sajnos itt az áll fenn, hogyha valaki nem jelenik meg az írásbeli vizsgán, akkor szóban nem tud javítani, tehát nem tudja az írásbeli vizsgát megismételni, akkor már csak ősszel lesz rá lehetősége, hogy befejezze az érettségét. Köszönjük szépen. Márknak van egy elméleti kérdése a magyaros kollégákhoz. Mit ajánlott átnézni a középszintű magyar írásbelire? Tudunk erre valamit mondani? Én megint csak javasolni tudom Grül Tibor tanár úrnak a két YouTube-os előadását, ami a műértelmező esszé és a két vers összehasonlító esszé, mert ő nagyon jól végigvezeti a logikáját, hogy hogyan kell egy ilyen szöveget megírni, és abból minden témához tudja használni ezt az útmutatót. Gondolom egyetértesz akkor. Igen. Jó.
Oké, Gabi kérdezi, matematikával foglalkozunk újra. Matek érettséginél lehet továbbírni az első részt, ha már befejeztem a másodikat? Ez a részkérdés. Nem akarod? Igen, de akarom, ez egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy örülök annak, aki feltette. Gabi volt. Keremszín, egy nagyon határozott és negatív választ kell adnom, hogy nem. Tehát ugye ez nyilván a középszintű érettségére vonatkozott ez a kérdés. Középszintű érettségű két nagy modulból áll, van egy első rész, 45 perc alatt kell 12 kis rövidebb, egyszerű feladatot megoldani, és van egy második rész, ahol 2,5 óra alatt 6-ból 5 feladatot kell végül is megoldani. És független attól, hogyha valaki esetleg a második részt korábban befejezi, nem kaphatja vissza az első részt. Az első részt 45 perc után beszedik, és annak ott is akkor vége van. Tehát nem hiába jut akkor már eszébe valakinek, esetleg az első részbeli feladat megoldása már nem pótolhatja. Emelt szinten viszont nem így van a dolog, emelt szinten egyben megkapjátok a teljes feladatsort, és ott maga osztja be az idejét a vizsgázó, tehát ott 4 teljes órára, 4x60 percre, 9 feladatban 8-at kell megoldani teljesen a náló időbeosztással. Oké, és a B része a kérdésnek, illetve a második részben tényleg a legjobb két feladatot fogják értékelni? Igen vagy nem? Nem, ez egy közkeletű tévedés, és még nagyon fontos kérdés. Viszont nem, jelölni kell a második részben, hogy melyik a nem választott feladat. Ott is oda kell figyelni arra, hogy a 13, 14, 15-ös feladat közül egyiket sem lehet kihagyni. Tehát a 13, 14, 15-ödik feladatot azt mindenkinek kötelezően meg kell oldani. A 16, 17 és 18-as feladat közül lehet egyet választani arra, hogy kihagyjátok. És ezt a dolgozatban egy erre megfelelő helyen egyértelműen jelölni kell. Ott van egy ilyen négyzet, többször föl fogja hívni rá a szöveg a figyelmeteket, hogy abban a négyzetben bele kell írni a nem választott feladat sorszámát. Remélem, hogy erre a felügyelő tanár is fel fogja ott hívni a figyelmet, de hogyha valaki nem tölti ki ezt a négyzetet, akkor az a vizsgaszabályzat, hogy akkor a 18. feladatot kell kihagyni, függetlenül akár attól, hogyha valaki a 18-ast megoldotta, és a 17-es ezt pedig egy betűt sem írt. Tehát ezt nem szabad csinálni, ezt nem a javító tanár választja ki, hogy melyik kettőt szeretné beleszámítani a dolgozatba, és nem azt számítják bele, ami jobban sikerül. Nektek egyértelműen jelölni kell a dolgozaton. Köszönjük szépen, Eszter. Milán kérdezi, emelt angolon, tehát Ildikó, azt hiszem neked címezhetjük ezt a kérdést. Ha két, vagy akár több jónak tűnő megoldás is van, melyiket válasszam? Tehát emelt angolon. Hát egyrészt az utasítást, a feladathoz adott utasítást alaposan olvasd el, mert hogyha két megoldás is esetleg elfogadható, azt azért jelölik az utasításban. Tehát van olyan, hogy A és B, és esetleg A, B is megfelelő. Tehát az elsődlegesen az utasításra kell hagyatkozni, ha pedig te magad úgy ítéled meg, hogy lehet ez is jó, meg lehet az is jó, mindenféleképpen tanulmányozni kell a szövegkörnyezetet, és ha ez sem segít, akkor próbálj arra hagyatkozni, hogy mi az, ami ismerősen cseng. Tehát mi az, amit már valamilyen szövegkörnyezetben hallhattál, olvashattál, találkoztál vele, akkor inkább azt válaszd. Köszönjük szépen. És akkor most már csak ilyen elméleti kérdések vannak. Tomi valamilyen furcsa lelki állapotban azt kérdezi, úgy érzem, mintha semmit nem tudnék, pedig csomót készülök. Ez normális? Igen. Akkor igen. Ezt meg is válaszoltuk itt. Igen. Többségünk bologatott. Igen, Tomi, normális, de ott, amikor ott leszel a vizsgán, akkor primán fogod tudni, ne aggódj. Igen. Sok sikert Tominak, és ne izguljon nagyon. Önök szerint figyelembe fogják venni a javítóbizottságnál, hogy ilyen időszakban készültünk fel? Zoli. Tudom, hogy mi az a javítóbizottság? Ez egy kérdés. De itt, hogy amilyen eredmények születnek az írásbeli, ezek kerülnek be az érettségi bizonyítványba.
Utána, hogyha mondjuk ez kevés volt a felvételihez, akkor akár ősszel, akár egy év múlva újból meg lehet ismételni ezeket a vizsgákat, és akkor annak megfelelően fognak javítani, tehát nem hiszem, hogy utána vissza fognak térni, hogy most ez volt vagy az volt, hanem hogy akkor hogyan, miképpen teljesítettek a vizsgázók, és az lesz akkor az eredménye. Én úgy gondolom. Így van. És akkor Ferencnek van egy kérdése, hogy mikor fogjuk megtudni az eredményeket? Május 28 és 29-én lesz a írásbeli dolgozatoknak a megtekintése. Ezeken a napokon lehet bejönni majd az iskolába, és le lehet fényképezni a dolgozatokat, és utána ugye egyből el is kell menni, tehát akkor látják már az eredményt, tehát tudják, mert ugye nincsen szóbeli, és akkor már ugye eléggé egyértelmű, hogy mi lesz az érettségi bizonyítványnak az eredménye, ugye kivéve azoknak, akiknek még lesz szóbeli vizsgájuk, ugye bibliaismeret, vagy testnevelés, vagy akinek speciális esetben vannak, ugye ott csak szóbeli vizsgát tehetnek. És akkor majd június 11, 12, 15, 16-án lesznek ezeknek a zárása, és akkorra készülnek el az érettségi bizonyítványok. Azt meg majd meglátjuk, hogy akkor milyen időszak lesz, milyen idő lesz, és akkor kiderül, hogy hogyan fogjuk azokat megszervezni. Köszönjük szépen. Márknak van egy kérdése az emelt törihez. A pontos dátumok ismerete mennyire döntő a történelem érettségén, vagy elég csak a konkrét évszám? Felolvassam még egyszer? Nem látok különbséget a konkrét dátum, konkrét évszám között. Tehát. A pontos dátumok ismerete mennyire döntő a történelem érettségén, vagy elég csak a konkrét évszám? Ezt nekem is még értelmezni kell, esetleg a magyarosok segíthetnek. Szerintem arra gondol, hogy a hónap-nap kell, vagy elég, ha csak az évszámot tudja. Rendben. Úgy látom, a matekosok értették. Vagyis hát ez... Köszönöm. Oké, akkor Árpád. Tehát, ahogy ez már elhangzott több esetben is, a tájékozódás térben, időben ez a pontszámoknak egy kis része. A pontszámoknak a 60%-a az eseményeket alakító tényező, plusz a forrás beépítésnek a két szempontjára kapják meg a 60-63, attól függ melyik feladat, de körülbelül a kétharmadát. Ehhez képest a maradék egyharmadon osztozik a maradék három szempont, és a tájékozódás térben, időben ilyen módon nem egy perdöntő. Tehát, hogyha valaki eltéveszti az évszámot, vagy nem írja le mondjuk 20. századi eseménynél, az 56-os forradalomnál azt, hogy 23-a, hanem csak 56 októberre, tehát nem ezek fognak jelentős. Pláne, hogyha két-három dátumot írt, ami jó, akkor a tanár akár erre adható, azt hiszem két vagy három pont, azt ő simán megadhatja. Még akkor is, hogyha egynél nem jutott eszedbe pontosan, vagy tévedtél. Tehát nem az évszám. Összefüggések és forrásbeépítés, ez a kettő, ami viszi a kétharmadát a pontoknak. Köszönjük szépen. Egy újabb szervezési kérdés. Komolyan nem dumálhatunk egymással a vizsgák előtt és után? Zoli? Csoportosulásokat kell elkerülni, tehát ugye ezt nem fogjuk megengedni, hogy ott a diákok összeverődjenek csoportokban. Tehát ugye megfelelő távolságot tartva lehet beszélni egymással, tehát az nincs kizárva, csak nem szabad egybe tömörülni. Illetve utána, amikor befejezték a vizsgát, akkor ez nem a járványtól függettől független, a vizsgahelyszínét el kell hagyni. Tehát ott, ahol a vizsgákat írják, azoknak termektől, folyosóktól, nekik el kell menniük, és a járvány miatt viszont az iskola épületét azonnal el kell hagyniuk, tehát mivel nem egyszerre fogják befejezni a vizsgákat, hanem szakaszosan tudnak ugye a termekből is kijönni, ezért szakaszosan fogják elhagyni az iskola épületét is, és tehát mindenki otthon tudja majd megbeszélni a dolgozatot, a kérdéseket, válaszokat, tehát nem bent az iskolában. Köszönjük szépen! És akkor eljutottunk az utolsó
elméleti kérdésünkhöz. Az pedig az lenne, hogy megkérnék mindenkit, hogy egy mondatot mondjon így búcsúzóul a nézőknek, a visszanézőknek, az érettségizőknek, lehetőleg olyat, ami segít a sikeres érettségihez, de egy mondatot, ha megfogalmaznátok, nem tudom, talán Zoli az iskola vezetés részéről, ha elkezdenéd is. Jó, hát. Kicsit gondolkodni kell. Jó, addig én beugrok egy olyan válasszal, hogy kérdezi valaki, hogy lesznek-e még emeltöri videók, és lesznek-e középszintű videók. Nem lesznek az érettségi napjáig feltöltve újak. Tehát viszont mindenkinek ajánljuk, hogy ami fönt van, angolból, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, azt nézzétek meg. Fönt van körülbelül 120 olyan film már, ami erről szól. Ez általában fél óra, tehát 60 órát, ha rászántok a következő 72-ből, akkor mindent meg tudtok nézni. Jó? Úgyhogy a YouTube csatornánkat kövessétek, nagyszerű videók vannak föl, kiváló tanárokkal, ne menekülj, Eszter, és mindenképpen érdemes ezeket megnézni, akárha úgy érzed, hogy szóbelire lenne hasznos, minden szóbeli témakör egyben lehet írásbeli is a különböző tárgyakból, tehát nagyon ajánljuk nektek, hogy ezeket nézzétek meg, úgyhogy a Bornemisza Péter Gimnázium YouTube csatornáját keressétek, és ott hasítunk, nézzétek őket, sokat fognak segíteni, és akkor remélem volt idő mindenkinek fölkészülni. Zoltán? Akkor ne féljetek, bízzatok az Úrban, és azt mondom, hogy 4 év alatt tanultatok annyit, hogy sikeresen le tudjatok vizsgázni, és az akadályokon át tudjatok menni, tehát sok éve tapasztaljuk azt, hogy ezzel kell a nehéz vizsgákon mindenki sikeresen túl fog jutni. Ildikó? Én azt szeretném tanácsolni, hogy használjátok ki az időt, ne igyekezzetek a feladatlapot minél előbb befejezni, mert úgysem tudod elkezdeni a következő részt korábban. Maximálisan használjátok ki az időt, lapozzátok át újból és újból a feladatlapot, és minden helyet töltsetek ki, ahol van lehetőség, és esetleg nem vagytok biztosak a válaszban, tippeljetek, és én is nagyon-nagyon sok sikert kívánok a vizsgához. Eszter? Én a szeretett János apostolt szeretném idézni. Ifjak, erősek vagytok, az Isten igéje bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Ez nem annyira nagy gonosz dolog ez az érettség, és ezt is le fogjátok győzni. Nagyon sok sikert kívánok az életetekhez, és szeretnénk büszkék lenni rátok. Melinda? Hát én is sok sikert kívánok hozzá, és ilyen saját bizonyságból, tapasztalatból is el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok segítséget ad az Úr és a Szent Szellem a vizsgák közben is. Ötleteket, kreativitást, megvilágít olyan szavakat, amik aztán felhasználhatóak a válaszadásban, tehát tényleg elsősorban az Úrban bízzatok, illetve olyan szinten magatokban is, hogy rengeteg tudásanyag előhívható az embernek az elméjéből egy vizsga helyzetben is. Sok sikert kívánok! Köszönöm. Árpád? Hát szerintem, ha jól emlékszem, a 20-as Zsoltárban van, de nagyon érdemes imádkozni, hogy az Úrtól kérni, hogy küld segítséget a szent helyről, és a Cionból támogassál, és segíts most adj jó előmenetel. Tehát ezek olyan igék, amiben, hogyha hiszünk, hogy az Úr valóságos, és meghallgat bennünket, akkor az Úr hiszem, hogy az érettségizőknek, akik őt kérik, fog küldeni segítséget a szent helyről, a Cionból támogatást, jó előmenetelt ad, és amit pedig természetes szinten mondanék, hogy érdemes egy fél perc vagy 2 perc alatt meggyőzni magunkat arról, vagy hát a kedves vizsgázó, hogy az égvilágon semmit nem megy előre, semmit nem nyer rajta, ha pánikol, ha kétségbe esik, ha idegeskedik,
semmit nem ír. Nem beszélve arról, hogy engedetlenség is, mert az van megírva, hogy semmi felől, érettségi felől se aggodalmaskodjunk, persze innen nekem a íróasztaltól ez könnyebb, mint ott bent ülve. Tehát, de attól függetlenül, tehát érdemes racionálisan, normálisan meggyőzni magatokat arról, hogy nem, semmi plusz nem jelent az, hogyha ha bepánikolok, ha félek, ha rettegek, ha kétségbe esek, ha kilátástalan. Tehát ezt meg kell magunkat arról győzni, hogy ennek most vége van, ez most befejezem, és előveszem a józan pihent magamat, és abból próbálok bizalommal, hittel válaszolni minden kérdésre. Szerintem jó lesz. Izraelben ezt mondják, hogy jó lesz, és bízunk benne, hogy itt is minden érettségizőnek, aki most nem nézik ezt az adást, annak is nagyszerű lesz, jó lesz. Ezt kívánom mindenki számára. Szervusztok! Köszönjük! Károly! Én azt javaslom, minden figyelmesen olvassatok el a feladatlapokon, és a műértelmező vagy összehasonlító eszében pedig egy vázlattal alapozzátok meg, amit le akartok írni, szálljatok erre is időt, és én is az igei alapokat szeretném megerősíteni, amiket a kollégáim mondtak, hogy arra álljatok rá két lábbal, és akkor mozdíthatatlan lesz az eredményetek, ami jó lesz. Köszönjük szépen, és akkor nincs más tisztem, mint én is elmondjam ezt az egy mondatomat, és lezárjam ezt a konferencia, tanácsadást, beszélgetést. Köszönjük, hogy minden érdeklődőnek, nézőnek, hogy itt voltatok. Mi is azt üzen, vagy én is azt üzenem nektek, hogy tulajdonképpen mindent megtettetek már az elmúlt 12-13 évben, ami ehhez a néhány naphoz szükséges, és igyekeztünk mi is megtenni mindent, hogy ez sikeres legyen. Rendkívüli körülmények között zajlott ez az elmúlt másfél-két hónap, de ne felejtsétek el, hogy a Szent Szellem bennetek van, ha még nincs, akkor még mindig van időtökbe töltekezni vele, és őróla mondta Jézus, hogy mindent eszetekbe juttat, amit hallottatok, elsősorban Jézustól, de szerintem a 12 éves tanulás alatt is, és ő pedig mindenkor veletek van, ő bemehet a vizsgára, mint segéd, eszköz, mint vigasztaló, mint bátorító, mint támogató, és ezért soha ne felejtsétek el, és a vizsgán se, az érettségén se, hogy soha nem mentek egyedül. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm a Ildikónak, Eszternek, Melindának, Árpádnak, Zoltánnak, Károlynak, és a minket támogató stábnak, hogy létrejöhetett ez a program, és bízunk benne, hogy nagy öröm lesz ebből a rendhagyó érettségiből. Szevasztok, legjobbakat! Salom! Sziasztok! 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 Öröm volt látni a kollégákat. Igen. Köszönjük. Sziasztok. Jó volt, köszi. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük a miséjéknek is. Sziasztok. Igen. Éljenek. Köszönjük.